Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként az Ajkai természetjárók márciusi programjairól láthatnak egy összeállítást. A szabadidőközpont ifjúsági csoportja idén is elindította vízi kormányosi Március 18-án a Borsos Miklós iskolában zajlott a vetítéssel kísért elméleti oktatás. A hatodik és a hetedik osztályosok Horváth Csaba pedagógus vezetésével a Bejárható Magyarország program című pályázat keretében nemcsak a gyalogos, hanem a vizes programokon is részt vesznek. Már harmadik éve aktív résztvevői az Ajkai csónakázótavi környezetvédelmi napnak és az evezős versenyeknek, ezért úgy döntöttek, hogy 2016-ban megpróbálják megszerezni a vízikormányosi oklevelet. Ehhez az iskolában sajátították el az elméleti tudnivalókat, a gyakorlati képzésnek pedig ideális helyszín a csónakázótó. Március 19-én rendezték meg a Bakony 50, 25 és 10 kilométeres teljesítménytúrákat, és talán ezért történt, hogy csak egy ötfős csapat indult aznap a padragi sziklák gyalogos túrára. A túra elején a sziklákat keresték fel, ahonnan a leereszkedés egy kicsit nehéz volt, majd a királykúti völgyben gyalogoltak tovább. A sársi kutat elhagyva érkeztek a manófához. Itt megpróbáltak bebújni a fanyílásába, nem sok sikerrel. Tizenkét kilométer gyaloglás után a padragi meddő hányodomjait pillantották meg, ahonnan a cigánydülön leereszkedve a csékuti pincékhez érkeztek. Itt egyik túratársuk finom ebéddel várta őket, majd a sok finomság elfogyasztása után hazaindultak. Március 20-án már tizedik alkalommal tartották meg az evezéssel egybekötött környezetvédelmi napot a csónakázó tavon. Idén közel 70 fő vett részt a programokon. Az üveggyári ifi flotta tagjai, akik a kenukat is hozták, de a nagycsaládosok Veszprémi Egyesületéből és a Borsos Miklós iskolából is sokan érkeztek. Három kenúnyi legénység belülről takarította a tavat, a többiek a parton tevékenykedtek. A résztvevők megállapították, hogy idén kevesebb volt a szemét. Közben a nagycsaládosok felállították a nagy bográcsot, hogy elkészítsék benne a finom ebédet. Maradt idő arra is, hogy a vízi kormányos tanfolyam hallgatói gyakorolhassák a kenu és a kajak irányítását. A nagycsaládosok családosok is kenuba ültek, hogy gyakoroljanak, felkészüljenek a neves evez evezős versenyre. Az ebéd is elkészült, amit a résztvevők jó ízűen elfogyasztottak. Végül a kenukat is kitakarították. Március 23-án a nyugdíjas túrázók gyülekeztek az Ajkai buszpályaudvaron, hogy a szokásos szerdai napon a szép tavaszi napsütést kihasználva sétáljanak egyet. A magyar polányi buszról leszállva Hefler László ismertette a túra útvonalat, azután elindultak Noszlop felé. Két kilométer gyaloglás után egy kis házikóhoz értek, amit Lina háznak hívnak. Egy Karolin nevű lányról szól a története, akit kiközösítettek, és ebben a házban élt. Itt nevelte gyermekét hat éves koráig. A túravezető mesélt a devecseri Eszterházi grófról is, aki Angliában elvesztett fogadásaiért fával fizetett, és kisvasutat épített, hogy el tudja szállítani a kivágott fákat. Tovább gyalogolva a hajagos patakon is átjutva egy szép tőzike virágmezőhöz érkeztek, ahol medvehagymát is találtak. Tovább indulva a romos pityermalomhoz érkeztek, ahol egy kicsit megálltak. Ezután az erdőből kiérve a Somlóhegyet is meglátták, és 12 kilométer gyaloglás után Noszlopra érve fejezték be a túrájukat.